Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, ez itt a VTKX Top 70W, illetve ezen ilyen pillanatban az egyik legnépszerűbb androidos játékot fogom nektek bemutatni, ami ugye az Angry Birds Space. Ugye maga a játék különböző pályákon megy, hogy folyik kint az űrben. Rögtön az elejéről kezdjük. Tehát az űrben különböző gravitációs körülmények között kell megküzdenünk a malacokkal, amely igazából így elsőre sikerült is, de hát ugye mindig az első pálya a legkönnyebb. Játékmenete egy kicsit lassúnak tűnik, amely igazából nem magának a tabletnek a hibája, hanem magának a játéknak. De egyébként ugye, ahogy látjátok, lehet nagyítani, kicsinyíteni a pályán, attól függően, hát ennyi a max, illetve kicsinyítésbe ennyi. Ugye itt körbe a gravitációs tér görbíti a lövésünket, és ezt kiszámolva kell célszerű lőnünk. Ugye így szépen körbe lőve egy madárral tudtuk ezt a négy malacot innen eltüntetni. Elég lassú játékmenet, illetve néhol nem egyértelmű, bár itt, amit érdekes tudni, ugye nem ebbe az irányba kell jönnünk, hanem pont másik irányba. Nagyon is kiszámolva ugye a röppályát, és megkerülve azt a kis égi testet, körbe megyünk és hátulról kell támadni. De igazából a játék ezen része még rendkívül egyszerű, könnyű, hiszen láthatjátok azt, hogy eddig egy-egy csirkivel elsőre azonnal lehetett teljesíteni ezeket a pályákat. Hát a vétek eddig tényleg jól szerepelt, tehát úgy tűnik, hogy nagyon jól játszható ez a Space, ami ugye főleg gyerekek kedvence szokott lenni. Igazából az újabb pálya sem okozott különösebb fejtörést, legalábbis abból a szempontból, hogy azt rögtön az első lövéssel abszolválni tudjuk. Ugye itt fent, ahogy megjelent, el lehet tüntetni a reklámokat vásárlással. Ugye egy reklám nélküli verziót vásárolhatunk meg, hogyha úgy adódik kedvünket a pénztárcánk, hát ezt jelen pillanatban nem fogom megtenni. Itt már ugye nehezedik a helyzet is. Két bolygó gravitációs mezőjét át lóbálva kell ellőnünk igazából ezt a csirkét, ami, ahogy látjátok, némi kis fizikai tudással gond nélkül megoldható. Ez volt tehát az Angry Birds Space, méghozzá a VTKX Top 70W-n. Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, kövessetek minket továbbra is, sziasztok!